És nem látom át Isten tervét és szándékát. Csak azt tudom, hogy a jobbján ott van az én megváltom. Abban bízom, mit szavam. Bye.
jöhetünk eléd. Pontosan tudod azt, hogy nincsen semmink, amit adhatnánk, és hogy belőled táplálkozunk, hogy csak belőled tudunk táplálkozni. És Uram, nem értem sokszor, hogy mi miért történik. Nem tudom, hogy sokszor mit akarsz mondani a dolgokkal. De hiszem azt, hogy jót terveztél az életemre, az életünkre, Uram. Csak kérlek, adj erőt beléd fektetni a hitünket, Uram. Kérlek, erősíts meg minket, erősíts meg a lábunkat, Uram, hogy a cél felé tudjunk futni. Hogy a végén csak veled lehessünk, Uram. Drága nevedben. Amen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a budapesti Golgota gyülekezet hétfő esti alkalmán. Az a sorozat, amiben most vagyunk, aminek az egyik alkalma lesz, különösen a mai alkalom egy olyan, amiben érzem, hogy nagyon erős szellemi ellenállással találkozom. Talán azért, mert Isten valami nagy dolgot akar elvégezni. Úgyhogy ezért is bátorítok mindenkit, akik esetleg egy kicsit korábban tudnak jönni, egy fél órával az alkalom előtt a hátsó kisteremben szoktunk imádkozni, és én hiszek az ima erejében. Ma is azért állok itt, és minden, amit mondok, az imán, és az imának az erején fog múlni. És nem is merem másképp elkezdeni a mai alkalmat, mint hogy menjünk újra Isten jelenlétében. És imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy ennyire egyszerűvé tetted, hogy beléphetünk a te jelenlétedbe hittel. És tudjuk, hogy te jelen vagy, bár nem látunk a mi szemeinkkel. A fülünk nem hallja a hangot, a fizikai hangot, de tudjuk, hogy itt vagy. Tudjuk, hogy jobban meg tudunk téged látni, mint valaha fizikai szemünkkel, és meghallani, mint a fizikai fülünkkel, hogyha a te lelked megmozdul, hogyha kinyilvánítod önmagad. És szeretnénk elkérni erre az estére ezt a kijelentést, ezt a találkozást. Szeretnénk találkozni veled. Ezt kérjük Jézus a nevedben. Amen. A mai alkalom a harmadik abban a sorozatban, amit elkezdtünk, aminek az a címe, hogy a kereszténység kereszttűzben. Kereszttűzben, mivel vannak olyan sorozatlövések, amik érik a kereszténységet és a keresztényeket, olyan kérdések, amelyekkel bombáznak bennünket, amikkel jó szembenézni, és szeretnénk is szembenézni. És erről szól ez a sorozat, hogy szembe is tudjunk nézni ezekkel. És a mai alkalom az egyik, talán egy olyan kérdés, ami az egyik legnehezebb kérdés, egy olyan kérdés, amit talán a leggyakrabban tesznek fel az ateisták, akik nem hisznek Istenben, a szkeptikusok, a csalódottak. A kérdés így hangzik. Miért van szenvedés, ha létezik Isten? Miért van szenvedés, ha létezik Isten? A kérdést még pontosabban is feltehetjük, hogy ha létezik Isten, aki mindenható, aki mindentudó, aki mindenek fölött jó, akkor hogyan nézheti tétlenül, hogy a teremtményei világában annyi szenvedés van? Miért nem akadályozza meg a szenvedést? Miért nem pusztítja el a gonoszt? Miért nem védi meg az igazakat? Hol volt Isten, amikor emberek milliói haltak meg a háborúkban? Mit csinált Isten, amikor ártatlan gyermekek haltak meg? És miért van az, hogy ezen a napon is, ebben a pillanatban nagyon sok ember kínokat él át betegágyakon? Olyan szenvedéseken megy keresztül, amelyet lehet, hogy sokunknak nem kell átmenniük. Miért engedi meg Isten,
hogy ma is annyi erőszak történjen a világon? Miért erőszakolnak meg annyi nőt? Miért szenvednek olyan sokan ártatlanul? Miért tombolhat a gonosz ezen a világon, hogyha létezik a jó és mindenható Isten? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fakadnak ebből az egyszerű kérdésből, hogy miért van szenvedés, ha létezik Isten? És én azt gondolom, hogy mindannyiunk tudna hozzátenni egy kérdést, ami velünk történt, amit átéltünk. Mert azt gondolom, hogy ha már az életben járunk egy pár éve legalább, akkor megtapasztaltuk, hogy az életnek része a szenvedés. Mi a válasz ezekre a kérdésekre? És ez azért is fontos, mert a keresztények számára én azt gondolom, hogy a legnagyobb próbája a hitnek pontosan ez. Hogy miért engedi meg Isten, a szerető Isten a benne hívők életében a szenvedést? A szenvedés kérdése az nagyon szoros kapcsolatban áll a gonosz, a rossz kérdésével. Miért van gonosz, gonoszság a világon? Miért engedi meg Isten? Ugye, akik nagyon egyszerűen szeretnék bizonyítani a szenvedés és a gonosszal, hogy Isten nem létezik, azok általában a következőképpen szoktak érvelni. Egy. Egy jó Isten el akarja pusztítani a gonoszt. Kettő. Egy mindenható Isten el tudja pusztítani a gonoszt. Három. A gonosz nincs elpusztítva. Négy. Tehát nem létezik egy mindenható és jó Isten. Milyen logikus, szép érvelés annak bizonyítására, hogy nincs Isten. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy ha van is Isten, az nem lehet ezek szerint mindenható, vagy az nem lehet teljesen jó. Vagy egyik sem. És ez nagyon logikusnak tűnik. Mit mondhatunk? Mi a válasz ezekre az érvelésekre, ezekre a bizonyításokra, amelyek azt mondják, hogy nincs Isten, nem lehet, hogy az Isten létezzen ezek miatt. Ahhoz, hogy megmutassuk, hogy lehetséges az, hogy a mindenható és jó Istennel együtt létezzen gonosz is a világon, először meg kell egy kicsit mélyebben értenünk Isten természetét és a gonosz eredetét is. Először azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent az, hogy Isten mindenható. Mert szerintem nagyon sokan erről furcsán gondolkodnak. Mert lehet, hogy meglepő számodra, de az, hogy Isten mindenható, az nem jelenti azt, hogy Isten bármit megtehet. Hogyan lehetséges ez? Azért, mert Isten semmi olyat nem tehet, vagy pontosabban nem tesz, ami ellentétes a saját természetével. Hadd mondjak egy pár példát. Például Isten nem hazudhat. Miért? Mert az a természete, hogy ő mindig igazat mond. De ezt olvassuk a Titushoz írt levél első fejezetének a második versében is Istenről. Vagy mondok egy másikat. Isten senkit nem kísért gonosszal. Miért? Azért, mert ő jó, és senkit sem akar a gonoszra rávenni. Jakab levél első fejezetének a 13-as versében olvasunk egyébként erről. És mondhatnék még ilyen példákat arra, hogy Isten mindenhatósága az nem jelenti azt, hogy abszolút minden megtehet és megtesz, mert pontosan azokat a dolgokat ő nem teszi soha, ami a saját természetével ellentétes. Isten nem hazudik, nem kísért gonosszal, és így tovább mondhatnánk példákat. Ezen túlmenően pedig Isten nem szegi meg az általa alkotott törvényeket, szellemi és fizikai törvényeket, amelyekkel ő alkotta meg a világot. Tehát ha a világot úgy teremtette például, hogy a logika törvényei működnek, akkor azok mindig is működni fognak. Ezt ő alkotta. Ő maga nem fog ennek ellene mondani. Mondok példát, hogy ha valami igaz, akkor nem lehet hamis. Ez ugye egy nagyon egyszerű dolog, de nagyon sok esetben, amikor belegondolunk konkrét példákba, és azt mondjuk, hogy hát, most miért nem ez történik? Ugye? Az egyik ember esőért imádkozik, a másik napsütésért.
szegény Isten bajba van. Azért kicsit mélyebben belegondolunk, azért nem lehet egyszerre kettő dolog, ami egymásnak az ellentéte. Mert így alkotta meg ezt a világot. Vagy például az, hogy az idő előre halad a múltból, a jelenen keresztül a jövőbe. És én nagyon szeretem a sci-fiket, de el kell, hogy mondjam, hogy a valóság az, hogy ezen nem lehet változtatni. És nem lehet visszamenni a múltba. És a múltat nem lehet megváltoztatni. Miért? Mert ilyenre alkotta ezt a világot. Tehát Isten nem tesz olyat, amit a saját természetével ellentétben van, és nem tesz olyat, ami az általa teremtett világ törvényeivel ellentétben van. Hogyha ezt megértettük, akkor ez sokat fog segíteni. Isten azért teremtette az embert, hogy vele egy szeretet kapcsolatban éljen. A szeretet az viszont nem olyan valami, amit lehet kényszeríteni. Isten ezért szabad akaratot adott az embernek, hogy szabadon és önként tudjon dönteni mellette. És a szabad akarat az nagyon fontos, az minden embernek a fontos jellemzője. Isten teremthetett volna olyan lényeket is, akinek nincs szabad akarata, és úgy teremti, hogy be van programozva, mindenki szeresse Istent. Lehetett volna ilyen világot teremteni, de ő nem ezt tette. Mert igazából az már nem szeretet, ahol nincs választásod. Mert az igazi szeretet az mindig az, hogy te dönthetsz ellene is, és mégis önként úgy döntesz, hogy te szeretsz. Az igazi szeretet az mindig önkéntes. Tehát mi nem vagyunk robotok. Szabadon dönthetünk. A szabad akarat viszont megteremtette annak a lehetőségét, hogy nem csak azt választhatjuk, amit jó, hogy Isten szeretjük, hanem annak az ellentétét is. Például azt, hogy Isten gyűlöljük. A szabad akaratban benne van ez is. Tehát a szabad akarat lehetővé teszi számunkra, hogy a jót válasszuk, de azt is, hogy a rosszat. És így jött be a világba a gonosz. Mert az ember a rosszat választotta. Tehát arra a kérdésre, hogy el tudná Isten pusztítani a gonoszt, és így a következményét, a szenvedést? Erre az a válasz, hogy igen, természetesen el, de akkor el kellene pusztítani az ember szabad akaratát is. És ezért ezt nem teszi Isten. Isten nem szegi meg a saját maga által alkotott világ törvényét. Nem szegi meg, nem fogja a szabad akaratot elvenni az embertől. Tehát Isten a célja érdekében, hogy majd nagyon olyan sok emberrel legyen közösségben, akik önként döntöttek mellette, és egy szeretet kapcsolatban élnek vele, ennek az érdekében meghagyja az ember szabad akaratát továbbra is. Viszont a szabad akarat az nagyon sokszor ezen a világon, ahogy látjuk, ahogy tapasztaljuk, néha talán a saját életünkben is, nagyon sok gonoszt és szenvedést is eredményez. Tehát ez oldja meg azt a látszólagos ellentmondást, hogy egyszerre létezik egy mindenható és jó Isten, és a gonosz is a világon. Azonban a jó hír az, hogy ez nem lesz mindig így. A jó hír az, hogy ez egy idéglenes állapot, mert tudjuk azt, hogy Isten el fogja pusztítani a gonoszt, hogy újjáteremti ezt a világot, egy olyan új világot, amiben nem lesz többé szenvedés sem. És valaki megkérdezhet, hogy miért nem teszi meg ezt Isten most? Hát nem ez volna a legjobb nekünk? Hát nem ezt kívánnánk? Hát mire vár? Isten ezt megtehetné bármikor, ebben a pillanatban is, de azért nem tette eddig, mert arra vár, hogy minél több ember döntsön mellette. Minél több ember legyen, aki önként a szabad akarata döntése nyomán Istent választja. Tehát ezzel megmutattuk tehát azt, hogy hol a hiba abban a népszerű bizonyításban, amit az elején mondtam, hogy ha egy mindenható és jó Isten létezne, akkor nem létezne gonosz és szenvedés. És ez egy fontos lépés, hogy erről ugye beszéljünk, mert igazából az ateistáknak ez az egyetlen egy erős érvük arra, ahogy próbálják bizonyítani, hogy Isten nem létezik. Azonban még ezzel nem mondtam mindent el, nem válaszoltam meg a szenvedés kérdését. Ahhoz, hogy közelebb jussunk, hogy megértsük a szenvedés jelenlétét és célját ezen a világon,
A gonosz létezését és természetét egy kicsit részletesebben is meg kell vizsgálnunk. Hogyha megnézzük, ezen a világon igazából két különböző fajta rosszat tudunk megkülönböztetni. Az egyiket nevezhetjük úgy, hogy a morális rossz, az erkölcsi rossz, a másik meg a fizikai rossz. A morális rossz az emberek szabad akaratú döntésének az eredménye. Tehát például a gyilkosság, a lopás, vagy ehhez hasonló dolgok. A fizikai rossz a fizikai világ természetes folyamatainak az eredménye. Tehát például balesetek, földrengések, vagy ehhez hasonló katasztrófák például. A morális rossz, amit az ember aktívan tesz, aminek a megtörténtért ő a felelős. Tehát például, ha loptam, azt én döntöttem el, hogy lopni fogok, én követtem el, és én vagyok érte a felelős. A fizikai rossz, az egy kicsit más, abban az ember passzívan van benne, azt passzívan elszenvedi, aminek a megtörténtért nem ő a felelős. Például, hogyha belém csap egy villám, akkor ennek a természeti eseménynek passzív szenvedője vagyok, és nem én vagyok érte a felelős, hát kivéve, ha direkt nem álltam olyan helyre, ahol nagy valószínűséggel belém csap a villám. Tehát ezt a kettőt meg kell különböztetnünk. A morális rosszat a Biblia úgy hívja, hogy bűn. A fizikai rosszat úgy hívjuk, hogy szenvedés. A bűn eredete tehát az ember szabad akaratának a döntése, a szenvedés eredete pedig a fizikai világ, pontosabban a fizikai világ és az ember kapcsolatában van. A Biblia pedig elmondja nekünk Mózes első könyvében, hogy a bűnnek és a szenvedésnek mi a kapcsolata. A bűn eredménye lett a szenvedés. Az első emberpár szabad akaratú döntése Isten ellen, ez volt az első bűn, aminek eredménye, következménye lett a szenvedés is többek között, ami bejött ebbe a világba. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden szenvedésnek közvetlenül én vagyok az oka, de eredendően minden szenvedés, ami jelen van a világon, a bűn miatt alakult ki. Mondok példát, ha én annyit dohányzom, hogy ennek eredményeképpen tüdőrákban szenvedve kínok között halok meg, hát akkor ez az én döntésem volt, és én közvetlenül okoztam ezt a szenvedést magamnak. Azonban, hogyha megöregszem, elkapok egy betegséget, és a végén szenvedések között meghalok, azt közvetlenül nem én okoztam, hanem az első emberpár bukásának a következménye, hogy bejött a világba a betegség, a halál, és az utódok, minden utód életének a része lett ez. És én is ezt örököltem. A sejtjeim pusztulnak, öregszem, egyre csökken az ellenálló képességem a betegségekkel szemben, és egy napom, lehet, hogy hamarabb más miatt, nem tudom, de egy napon, ha mástól nem, hát ez miatt meg fogok halni. És ez mindannyiunkra vonatkozik, és ehhez nem tettünk közvetlenül, ha nem is tettünk ezért közvetlenül, ami ezt eredményezte, ezt örököltük. Tehát látjuk, hogy ezért van jelen alapvetően a világban a szenvedés, amit a bűn okozott. Érdekes módon azonban megfigyelhetjük azt, hogy Isten a fizikai rosszat, a szenvedést, azt felhasználja. Nagyon érdekes, Isten nem azt mondja, hogy kiveszi, megszünteti a szenvedést. Mert ugye akkor, ahogy mondtam, a szabad akaratunkat kéne elvenni. Hanem ő annyira fantasztikus, hogy annyira az ő minden tudó voltában és minden ható voltában és mindenek fölött való jóságában fel tudja használni a szenvedést. Nagyon sokszor arra, hogy talán int bennünket, megállít egy olyan úton, amin mentünk, a pokol felé. Néha a szenvedés állít meg. C.S. Lewis úgy fogalmazta ezt meg egyszer, hogy örömeinkben Isten suttog hozzánk. Lelkiismeretünkön keresztül beszél. Fájdalmainkban azonban kiált,
hangszórón át, hogy felébressze ezt a süket világot. Tehát Isten felhasználja a szenvedést. Foglaljuk össze, hogy eddig mit láttunk, mit állapíthatunk meg a morális és a fizikai rosszról. A morális rossz természete a bűn, ami elválaszt Istentől. A morális rossz eredete az ember szabad akarata, és Isten azért engedi meg a morális rossz létezését, hogy megőrizze az ember szabad akaratát, tehát az emberi természetet. Mit tudunk a fizikai rosszról? A fizikai rossz természete a szenvedés, a fizikai rossz eredete a morális rossz, a fizikai rossz létezésének a célja az ember szellemi fegyelmezése és formálása. Én tudom, hogy nagyon tömören és röviden foglaltam össze, de körülbelül ez az a kép, amit el lehet mondani a szenvedés, a bűn kapcsolatáról, eredetéről, természetéről. Azonban az, hogy ezt intellektuálisan értjük, ez nem a teljesen kielégítő választ azoknak, akik szenvednek. Ugye, mert akik most betegágyon óriási kínokat élnek át, és hatalmas fizikai szenvedésben van részük, azoknak, amit most mondtam, az nem lesz vigasztaló. Mert bár lehet, hogy értik, és a megértés egy idő után segít nekik, de még valami hiányzik. Érezzük, hogy ez még kevés. Kevés ez a válasz. Pedig ez a válasz. De valami még hiányzik. Azok, akik elveszítették a házastársukat, szüleiket, gyermekeiket, vagy valami óriási csalódást éltek át, hatalmas szenvedéseken mennek át, azoknak ez még nem lesz vigasztaló. Mert elmondtam a szenvedés általános okát és természetét, de nem mondtam még el a célját és a megoldását Isten szempontjából. Mert elmondtam az általános törvényszerűségeket, de amikor a szenvedő azt kérdezi Istentől, hogy miért? Miért én? Miért pont velem? Miért velem történik ez meg? Miért nem védtél meg? Ezekre még nem válaszoltunk, ezekre a kérdésekre. És ezért a mai alkalom hátralévő részében ezekre a gyakorlati kérdésekre, ezekről szeretnék beszélni. A Bibliában van egy vers, az egyik szerintem a legmegdöbbentőbb vers. Mert elég sok van a Bibliában, ami megdöbbentő mondjuk, tudnék egy párat mondani, de ami a legmegdöbbentőbb vers, azt a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének a 28-as versében olvassuk. Ez a vers így szól. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Elképesztő állítás. Hadd kérdezzem meg, hogy van itt olyan ember, aki ezt elhiszi? Tegye fel a kezét. Örülök. Bárcsak mindenki feltette volna. Mert ez igaz. Mert ez az állítás igaz, de hihetetlen. De megdöbbentő. Elképesztő. Ellene mond a saját tapasztalatainknak. És szeretnénk megérteni. Hogy van ez? Különösen akkor, amikor benne vagyunk egy szenvedésben. Volt már olyan, hogy benne volt egy szenvedésben, és valaki idézte neked ezt a verset. El tudom képzelni, mit mondtál neki. Ugye? Pedig igaz. Meg kéne értenünk. Mert ezt a verset olvassuk előről, hátulról, akárhogyan. A jelentése nagyon egyértelmű. És egyszerűen az fakad ki belőlünk, hogy ez nem lehet igaz. Ugyan már ez a javamra válik. Ez a pusztulás, ez a szenvedés, ez a nyomorúság, amit átélek. Hogy lehet ez a javamra? Nem értjük. Pedig Isten ezt mondja. És az az érdekes, hogyha egy picit belegondolunk, hogy Istennek milyen a természete, és hogy viszonyul hozzánk, akkor nagyon könnyen beláthatjuk, hogy ez nem is lehet másképp. Gondoljunk csak bele. Isten minden tudó. Tudja, mire van szükségünk. Isten minden ható. Meg is tudja adni azt, amire szükségünk van.
és Isten mindenek felett jó, ezért meg is adja neked, amire szükséged van. Gondolj bele, ez nem lehet másképp. Ez nem lehet. És mégis nem értjük. Ugye azt már beláttuk, hogy az ember szabad akaratának a fenntartása érdekében Isten nem törli el a rosszat és a szenvedést, viszont az ő mindentudó, mindenható és végtelenül jó lénye azt képes valahogy, valami titokzatos módon, amit nem értünk, felhasználni a javunkra. És ez az ige azt mondja nekünk, hogy mindig ezt teszi. Isten azért engedi meg a szenvedést, ami pillanatnyilag rossz, és efelől ugye nem kell vitát nyitni, ugye? Nem is azt mondja Isten, hogy az, ne, hogy az jó dolog, hogy mi mennyi élvezzük. Nem. A szenvedés az rossz. A fájdalom, nagyon sok minden dolog, amit átélünk, nem kell magyaráznom, hogy az nem egy kellemes dolog. De ez egy, és most figyeljetek, ez csak egy ideig tartó rossz. Ez akárhogy is tudom, hogy örökké valóságnak tűnik néha, de ez egy pillanatnyi rossz. Ez egy pillanatnyi rossz, amiből valahogyan, nem tudjuk hogyan egyenlőre, Isten a végén valami jót hoz ki, mindig. És lehet, hogy nem látjuk ezt azonnal, hogy mi az, ami ebben a szenvedésben jó lenne. Hát azt mondjuk, semmi jó nincs ebben. Semmi értelme nincs ennek. De hosszabb távon meg fogod látni. Az is lehet, hogy majd csak a mennyben. Az is lehet. De hosszabb távon ki fog derülni, hogy Isten nem hazudott. Hogy az Isten nem hazudott. Isten arról biztosít bennünket, hogy mindig a javunkra használja valahogy a szenvedést. A kérdés az, hogy elhisszük-e? Hogyan? Mire? Hadd mondjak ezekről is egy pár példát. Például arra, hogy a hitünket formálja. Mert tudjátok, könnyű Istenben hinni, hogyha minden rendben van, minden oké, jól megy az életem. Ha persze, hiszek Istenben. És ha nem megy minden jól, ha összeomlik az életed, az álmaid soha nem fognak megvalósulni, látod összeomlani a terveidet, a vágyaidat, öröm helyett szomorúságban van részed, akkor hiszel még benne? Bízol benne? Tudjátok, nagyon sokszor a szenvedésben tudja formálni a mi hitünket. Isten. Mert a szenvedések között kiáltunk, miért? Miért engedted meg? És közel kerülünk hozzá, és valamilyen titokzatos módon az ő lelke által belenyúl az életünkbe, és formálja a mi hitünket. Hadd mondjak egy példát, amin keresztül talán meg lehet ezt érteni. Ugye azt, hogy van az, hogy mi sokszor kiáltunk, hogy miért engedted meg, nem értem. Ha te szeretnél, akkor nem engedted volna meg. Hadd mondjak egy példát. Tegyük fel, hogy neked van egy gyermeked. Tegyük fel, hogy a te gyermeked nagyon súlyos, halálos beteg. És tegyük fel, hogy van egy kezelési mód, csak egyetlen egy, amivel őt meg lehet gyógyítani, de ez egy nagyon fájdalmas kezelés. Nagyon hosszadalmas és fájdalmas kezelés. És a gyermeked ott van benne ebben a kezelésben, és fáj neki, és szenved, és azt mondja neked, miért engedted meg? Ha te igazából szeretsz, akkor nem hagynád, hogy szenvedjek, akkor kivennél ebből. De te nem veszed ki. Miért? Mert igazán szereted, és tudod, hogy az a kezelés a javára fog válni. És a gyereked nem érti. És azt mondja, hogy nem is szeretsz engem. Te becsaptál engem. Mert ha szeretnél, nem hagynád. Nem látod, hogy szenvedek?
és nem ért meg téged. Gondolj bele, nem így vagyunk mi néha Istennel? Isten bennünket is valamilyen módon gyógyít, valami kezelésen megyünk át. Ez az egész élet valahogy erről szól. És nem értjük sokszor. Miért így? De ő tudja, mit csinál. C.S. Lewisnak a felesége egy hosszantartó, nagyon fájdalmas betegség után meghalt. C.S. Lewis a következőt írta a szenvedésről ezek után. Szeretném felolvasni ezt, mert ezt a részletet, mert szerintem nagyon tanulságos. Minél szilárdabban hisszük, hogy Isten csak azért okoz fájdalmat, hogy gyógyítson, annál kevésbé hihetjük, hogy könyörgésünk meghallgatásra talál. Egy kegyetlen embert le lehet pénzelni. Az is elképzelhető, hogy kifárad, beleún hitvány szórakozásába, vagy rátör egy nagy lelkűségi roham, ahogy az alkoholista is kiózonodik néha napján. Ellenben, ha jó szándékú sebésszel van dolgunk, aki segíteni akar rajtunk, akkor annál könyörtelenebbül forgatja meg bennünk a kést, minél kedvesebb és lelkiismeretesebb. Ha ugyanis könyörgésünk hallatán megesik rajtunk a szíve, és elenged bennünket, mielőtt befejezni az operációt, akkor minden addigi kínunk hiába valóvá válna. Mégis akadékoskodik az ember, valóban szükséges, hogy így mértékű szenvedésnek vessenek alá minket? Hát tessék választani, hölgyeim és uraim! A szenvedés adott. Amennyiben tényleg elkerülhető lenne, az azt jelenteni, hogy vagy nincs Isten, vagy vele jég rossz indulatú. Amennyiben az Isten jó, úgy a szenvedés is szükségszerű. Nincs ugyanis az a csöppet is jó indulatú akarat, amely feleslegesen róna ki ránk, vagy tűrne ilyesmit, ha ez elkerülhető lenne. Én azt gondolom, ezek nagyon elgondolkodtató sorok. Isten tudja, mit csinál. Az operáció fájdalmas, de a végén a beteg meggyógyul. A másik ok, amiért talán megérthetünk valamit a szenvedésből, hogy formálja bennünk a reményt. A reményt abban, hogy egyszer vége lesz. Ahogy mondtam, a szenvedés nem tart örökké. Egyszer vége lesz. Sőt, egyszer minden szenvedésnek vége lesz. Úgy, hogy soha többé nem lesz. Mert Isten egy új világot fog teremteni, amiben nincs szenvedés. Amiről azt mondta, hogy ott már nem lesz fájdalom és szenvedés. Sok mindent nem értünk ebben a világban, hogy mi miért történik. De Isten tudja és a javunkra fordítja. Ezért ne csodálkozz azon, hogy sok mindent nem értesz. Ezt a világot egy olyan értelem tervezte, amit az emberi értelem nem tud megérteni. Olyan ez, mintha egy színdarab szereplője lennél. Ha értenéd a szerzőt, akkor a szerző nem lenne Isten. Gondolj bele. Ezért az élet, amit Isten formál számodra, irracionális, de ez nem meglepő. Az lenne a meglepő, ha racionális lenne az élet. Ha meg tudnád érteni, mert akkor ez azt jelenteni, hogy a tervezője nem Isten. És éppen azért, mert Isten végtelen, kiismerhetetlen bölcsessége, számunkra kikutathatatlan, ezért számunkra az élet mindig irracionális, mindig tele van kérdésekkel. És ez nem is lehet másképp. Hadd mondjak egy másik példát. Hadd kérdezzek tőled valamit. Amikor az anyád méhében voltál, akkor az egész világegyetem az a kis hely volt, ahol léteztél. Igaz? És akkor volt arról fogalmad, hogy léteznek csillagok, hogy léteznek virágok, hogy létezik szerelem?
Semmit nem tudtál ezekről. És egy csomó dolgot nem értettél. Nem értetted, hogy miért vannak ujjaid. Hát nem használod őket semmire. Minek van lábad? Hát nem kell járnod sehova. Mennyire érthetetlen az élet, nem igaz? Aztán néha hallottál ilyen hangokat, ütéseket, néha megremegtél. És nem értetted, és féltél. És nem értetted, hogy mi ez. És egy csomó dolgot nem értettél, egy csomó dologra nem tudtad a választ. És a válaszokat akkor értetted meg, amikor megszülettél. Már érted, hogy miért van kezed, hogy tudjál fogni. Már érted, hogy miért van lábad, hogy tudjál járni. Már egy csomó dolgot értesz. Az egész életed az anyaméhben felkészülés volt arra, hogy megszülesse erre a világra. És mit gondolsz, mire való az egész életed ezen a világon? Pontosan ugyanerre. Hogy felkészülj a következőre. Hogy felkészülj arra az örökké való világra, amit az Isten teremt. Amit ő megígért. Ez a mi reménységünk. Az egész életünk ezen a világon arról szól, hogy Isten formál bennünket, a jellemünket, hogy felkészít ebben a rövid ideig tartó világban egy örökké való világra bennünket. És ahogyan az anyamében sem értettél mindent, mert nagyon sok minden volt, aminek az értelmét akkor értetted meg, amikor erre a világra megszülettél. Ugyanígy egy csomó dolog van ebben a világban, amit nem értesz, aminek az értelmét majd a következőben fogod megérteni, a mennyben. A harmadik dolog, ami a szenvedést egy kicsit jobban segíti megérteni, az az, hogy a szenvedés arra is való, hogy jobban megértsd az igazi szeretetet. A Bibliában van egy könyv, remélem jól ismeritek Jobbnak a történetét. Ugye Jobbról szól, egy gazdag, jómódú emberről, akit Isten nagyon megáldott. És ez az ember elképzelhetetlen szenvedéseket tapasztalt meg. Pedig ez egy fedhetetlen, becsületes, istenfélő ember volt, és hatalmas csapások érték az életét. A családja egyik felét meggyilkolták, a másik fele az természeti csapásban halt meg, a teljes vagyonát, mindenét elveszítette, és ezen felül megtámadta egy betegség, a teste tele volt fekélyekkel, és még a felesége is azt mondta neki, hogy még most is kitartóan fedhetetlen vagy, átkozd meg az Istent és hajj meg. Ide jutott el Jobb. Hát mondjuk ez nem egy jó feleségi tanács, szegény Jobb. És tudjátok, Jobb ezek után sem fordult Isten ellen, de nem értette, ami vele történik. Nem értette, ami vele történik, és kérdezte az Istent, miért? 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 Ha olvassátok a Jobb könyvét, látjátok a kérdések sorozatát. Miért? 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 Jobb rengeteget kérdezett Istentől. És egy megdöbbentő dolgot látunk a Jobb könyvében. Ez annyira megdöbbentő, amikor először ezzel szembesültem, hogy nem is akartam elhinni, hogy Isten egyik kérdésére sem válaszolt. Ez először szerintem annak, aki olvassa a Jobb könyvét, biztos csalódást okoz. Hát végre egy könyv a Bibliában, pont azokról a kérdésekről, amiket én mindig meg akartam volna kérdezni az Istentől, meg te is. A fontos kérdések, a miértek, miért engeded meg, miért? És Isten nem válaszol. Miért nem válaszolt Isten? Hát mit csinált Isten? Valamit csinált? Ha olvassátok Jobb könyvét, észrevetitek. Isten nem válaszolt, hanem kérdezett. Elég meglepő. Nem válaszokat adott Jobbnak a kérdéseire, hanem kérdezte Jobbot.
elképesztő. Ahogyan Isten hozzánk viszonyul, és amiket csinál, elkezdte kérdezni Jóbot. És tulajdonképpen olyasmiket kérdezett, minden kérdésének kb. Rövidítve az a lényege, hogy Jób, felismered, hogy én vagyok az alkotó, és te az alkotás? Hogy én vagyok a szerző, és te vagy a szereplő? És erre persze az ember azt mondja, hogy igen, értem. De akkor is, hol a kérdésemre a válasz? Meglepő, meglepő, amit Isten csinál. És nem csak ez meglepő, hanem ami ezután jön, az a legelképesztőbb dolog szerintem Jób könyvébe. Mert tudjátok, hogy mi történik? Ugye látjuk, hogy Jobnak a barátai mindenféle tanácsokat adnak neki, jó, hogy miért történt ezt, mit kellett volna csinálni, ez meg az, és szépen nagyon jó tanácsokat adnak. És az elképesztő dolog az, hogy nagyon jó tanácsokat mondanak. Amiket mondanak a barátai, azok teljesen helyes dolgok. Teológiailag abszolút helyes válaszokat adtak. Semmi hamisat nem mondtak. Minden, amit mondtak, teljesen helyes volt. És ennek ellenére Isten a végén azt mondja, hogy rosszul szóltatok róla. És csak Jobbnak az imájára kegyelmez meg nekik. Micsoda? Mi történik itt? És ennél még nagyobb elképesztő dolog az, hogy ez a Jobb, aki egyáltalán nem mondott szépeket Istennek, aki még megátkozta a születése napját is, aki szinte az Isten káromlásig is elment, ennek a Jobbnak azt mondja Isten, hogy te helyesen beszéltél róla. Micsoda? Hát nem is értjük. Hát mi történik itt? A helyes válaszokat adó barátok rosszul szóltak Istenről, és a lázadó Jobb meg jól szólt Istenről. Nem is értjük. Mi történt? Mi ennek a magyarázata? És ennek a dolognak az okát igazából akkor értjük meg, ha kicsit alaposabban elolvassuk Jobb könyvét, és megfigyeljük a barátok, és Jobbnak a magatartását, viselkedését, gondolkodását, cselekedeteit. És azt vehetjük észre, hogy Jobb barátai sosem szóltak Istenhez, csak Istenről beszéltek. Jobb azonban mindig közvetlenül Istenhez szólt. Mindig Isten jelenlétét kereste. Ostromolta Istent a kérdéseivel, hogy miért, miért, miért. Szerintem ez egy nagyon fontos megfigyelés, és ebben van a titka, hogy miért tetszett ez Istennek. Ha mondjak egy példát, amivel talán jobban is ez megérthető, olyan ez, mintha az egyetemen, én egyetemen tanítok, hogyha az egyetemen, amikor tanítok, akkor az órámon mondjuk a hallgatók megszakítják az órámat, és elkezdenek rólam beszélni. Hogy hogyan tanítok, hogy ez milyen. És nem vesznek tudomást rólam. És én ott vagyok, és ott beszélgetnek rólam. És én meg ott vagyok, hogy hello, itt vagyok én is, én vagyok a tanár. És semmi, beszélgetnek. És mondjuk jókat mondanak rólam, de egyszerűen, mintha ott se lennék. Hát hadd mondjam el, hogy sokkal jobban szeretem azt a hallgatót, aki mondjuk elkezd kritizálni, vagy nekem támad, de nekem beszél, és észreveszi, hogy ott vagyok. Értitek a különbséget a kettő között? Valami ilyesmi történhetett Jobb könyvében is, Jobb és a barátai esetében. Miért fontos ez? Miért ennyire, miért tartotta, és miért ennyire pozitívnak ítélte Isten, amit Jobb csinált, pedig elég durvákat mondott Istenre? Mert nem szakította meg a kapcsolatot vele. Mert kereste a jelenlétét, mert hozzáment a kérdéseivel, a lázadásával, a vágyaival. Hozzáment a kapcsolat. A kapcsolat. Mindenek fölött Istennek az a fontos. Fontosabb neki az, hogy vele kapcsolatban legyünk, mint mindenféle teológiai tudásunk. Sokkal fontosabb. És ezért van az, hogy Jobb helyesen, a barátai pedig nem helyesen szóltak Istenről. Tehát Isten lehet, hogy nem fogja megválaszolni neked minden kérdésedet, amikor a szenvedésben vagy, de valamit mond neked, veled vagyok, szólj hozzám, kérdezz engem, keresd a jelenlétem, veled vagyok. Mert Jobb is
így kapott végül választ. Ha nem is szavakkal, de magával, Istennel, a jelenlétében megértette. Ugye ő ott azt mondja, hogy eddig csak hírből hallottam rólad. Most már tudom, ki vagy. Közelről megtapasztaltalak. Isten válasza a szenvedésre, az nem egy bölcs tanács, hanem ő maga. Ő maga. Választ akarsz a szenvedésedre? Vagy ha valaha szenvedésbe kerülsz? Isten válasza az, hogy itt vagyok. Veled vagyok. Veled leszek. Végig veled leszek. Ő, aki belépett az embervilágba és emberélet Jézusban, megtapasztalta az emberi szenvedést. Ő tudja, milyen emberi szenvedést átélni. Sőt, ő annál is többet megtapasztalt. Mert azon a kereszten, ahol az Isten szenvedett, azért, hogy a legfőbb jót elérje, a te üdvösséged. A te üdvösséged. Amikor felkiáltott a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor olyan szenvedést élt át Jézus, amit sosem fogunk megérteni. Jézus veled van a szenvedésben. Azt akarja, hogy tudd, hogy ő kimondhatatlanul szeret, és veled akar lenni. Tudjátok, a szerelmes célja mindig az, hogy együtt legyen azzal, akit szeret. Mindig. Az igazi szerelmesnek nem a boldogság a legfontosabb, hanem az, hogy egy legyen azzal, együtt legyen azzal, akit szeret. Az igazi szerelmes az azt mondja, hogy jobb boldogtalannak lenni vele, mint boldognak nélküle. Jézus a mi lelkünk szerelmese. Ő velünk van a szenvedéseinkben. Jobb könyvének is ez az üzenete. Sokszor kérdezik, hogy hol volt Isten a holokauszt idején, amikor 6 millió zsidót végeztek ki. Megmondom, hol volt. A gázkamrákban. Ott volt. A szenvedőkkel. Ő mindig ott van azzal, aki szenved. A beteg ágyakon. Aki lelki, vagy akármilyen testi szenvedésen megy át. Ő ott van akkor is, és ott lesz akkor is, amikor te szenvedéseken mész át. A kérdés azonban ez, találkozol-e vele? Sokan szenvednek, úgyhogy nem találkoznak vele soha. Pedig ő ott van. Ő szeretne együtt lenni velünk a szenvedéseinkben. Együtt átélni mindazt, amin átmegyünk. A jót is, a rosszat is. Ez neki a legfontosabb. Találkozol vele a szenvedésben? Én emlékszem arra, amikor 20 évvel ezelőtt meghalt a nagymamám, akit nagyon szerettem. És valami olyasmi történt bennem, valami olyan fájdalom volt bennem, amit addig soha nem tapasztaltam meg. És ami akkor történt, még most is nagyon eleven bennem az emlék, ott vagyok a szobámban, egyedül, térdelek az Isten előtt. Keservesen sírok és kiáltok. Miért? Miért? Miért engedted meg? Miért ő? Miért nem én, amikor ő annyira jó volt, én meg annyira gonosz vagyok? Bárcsak én haltam volna meg. És nem értettem. Emlékszem, ott vagyok, a szobámban egyedül, térdelek, kiáltozok, sírok, és nem jön válasz. Aztán egyszerre csak valami történik, mert nem engedtem el az Istent. Akkor sem engedlek el, ha nem válaszolsz, ha nem értem a válaszaid. Kiáltottam hozzá.
akkor is kereslek. Aztán valami történt. Nem tudom, hogy mi. Nem tudom emberi szavakkal leírni. De a szívemben valami történt, elkezdett történni, és nem azonnal napokba, hetekbe is kell beletellett, de valamilyen békesség lett a szívemben. És nem kaptam választ a kérdéseimre. Ahogy Jób sem kapott választ azokra a kérdésekre. De valamit megértettem. Tudtam, hogy ő ismeri a fájdalmam, hogy ő velem van, hogy nem hagy el soha. És azt is tudtam, hogy egy napon majd választ kapok a kérdéseimre. De az az igazság, megmondom nektek őszintén, hogy már nem is a válasz volt a legfontosabb, hanem az, hogy ő velem van, és velem is marad, és az, hogy én bízok benne. Én akkor is bízok benne, ha nem értem. Akkor is keresem őt. Akkor is őt imádom. Akkor is ő az Istenem. Ha nem értem. Ha sok dolgot nem értek. Ha semmit nem értek. Akkor is őt keresem. A szenvedésekben olyasmi történik a szívünkben, amit szavakkal nem lehet leírni, de Isten valami csodálatos módon felhasználja ezt a mi formáltatásunkra. Teljesen másképp látjuk a világot utána. Másképp fölismerjük az értékest és az értéktelent. Fölismerjük az igazi szerelmet és az igazi szeretetet, és megértjük azt, hogy mindent megér. Az Istennel való kapcsolat a válasz. Ha azt kérdezed, mi Isten válasza a szenvedésre? Mi a megoldás? A válasz nem az, hogy vége lesz. Ilyen is lehet, de nem mindig ez. Hanem az, hogy itt vagyok. Veled vagyok, szólj hozzám, legyél velem, hívj engem, veled vagyok. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megvalljuk neked, hogy mi nem szeretünk szenvedni. Bárcsak úgy élhetnénk le az életünket, hogy ne kelljen semmilyen szenvedésben részt venni. De tudjuk, hogy az élet része a szenvedés, de azt is tudjuk, hogy valamilyen csodálatos módon te ezt felhasználod mégis jóra. És ezt mi nem értjük, és sok dolgot nem értünk. Olyanok vagyunk, mint Jób, kérdezünk, mert nem értünk. És sokszor te nem is mondasz konkrét válaszokat azokra a konkrét kérdésekre. De köszönjük, hogy amit mondasz, amit teszel, amit válaszolsz, az sokkal hatalmasabb minden válasznál. Önmagad adod. A te lényedet, a te jelenlétedet. Hogy velünk vagy a szenvedésben. Hogy végig kísérsz az egész életen, akármi ér bennünket, akár jó, akár rossz, te nem fogsz eltávozni tőlünk. Köszönjük, hogy ilyen vagy. Köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz. És köszönjük, hogy ez a kapcsolat azért lehetséges, mert azon a kereszten te ott voltál, hogy meghaltál értünk a kereszten, hogy a mi bűneinkre bocsánatot kapjunk. Mert a mi bűneink büntetését te hordoztad. Köszönjük, hogy megváltottál. Köszönjük, hogy már semmi nem választ el bennünket tőled. Köszönjük, hogy ezért lehetsz közel hozzánk a szenvedésben is. Annyira közel, amit emberi szavakkal nem is lehet kifejezni. Köszönjük, hogy te ilyen vagy. Köszönjük, hogy a jelenléted valóságos. Uram, én azért imádkozom, hogy mindannyian tapasztaljuk ezt meg.
imádkozom azért, hogyha most valaki valamilyen szenvedésben van, akár lelki, akár testi, te legyél most vele. Imádkozom azért, hogy megtapasztalja a jelenléted. Hogy megtapasztalja azt, hogy nincs egyedül. Mert te ott vagy, ott akarsz lenni. Hogy megszólaljon és szólítson meg téged. Hívjon téged. És te munkálkodj, drága, csodálatos Szentlélek. Az emberi szívben, oly módon, ahogy csak te tudsz. És ha az életünk során bármikor, bármilyen szenvedések is érnek, kérünk, hogy legyél ott. Csodálatos módon jelensd ki magadat nekünk. Mert a vigasztalás azok nem szavak, hanem a te jelenléted, a te lényed, a velünk való együtt létezésed, a velünk való egységed. Ez a vigasztalás, és ennél nem is lehet nagyobb vigasztalás, mint maga az Isten, az Istennel való közösség. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy megválaszoltad. Attól, hogy megértsük, elfogadjuk és megéljük, amit ma szóltál hozzánk. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon benneteket. Folytatjuk a sorozatot, de jövő héten, hétfő, húsvét hétfő, akkor nem lesz hétfő esti alkalom. Ezért 2 hét múlva találkozunk. 2 hét múlva pedig, mivel hogy a hónap utolsó alkalma lenne most, ugye elmarad a szokásos, dicsőítő, istenkereső alkalmunk, akkor lesz egy egész estés dicsőítés és istenkereső alkalom, és utána pedig folytatjuk a sorozatot további kérdésekkel. Sziasztok, Isten áldjon benneteket! Hey guys, thanks so much for watching Golgotha TV. Really hope and pray that the Word of God has been a blessing to you through these messages. And it's really our prayer that this year it'll continue to be a blessing into your lives. We know that there are many people who don't come to the building but watch online. We're so grateful for each one of you. And what I'd like to do is just take this opportunity to let you know about something available to you, and that is, as it's tax season, the 1% that you can give to a church or a foundation is now available, and we'd like you to pray about giving that to the church this year, especially if you feel like this is your church. The information is on the screen. If it's in your heart to do, God bless you. We love you. Have a great day.